Januártól csak a törvényben előírt számlakép szerinti bizonylatot bocsáthat ki a szolgáltató. A rezsicsökkentést tartalmazó új formátum még nem készült el, ezért decemberben fizettek a magánszemélyek utoljára vízdíjat Szombathelyen. Ez azért van így, mert tavaly év végén született rendelkezés szerint egységes számlaképpel, új számlaképpel lehet csak kiküldeni számlákat víz- és csatorna szolgáltatásról, és ennek erre az új rendszerre való átállás, a számlák kidolgozása, egyeztetése, többfordulós jogszabályokkal kapcsolatos megbeszélésekre, nyomtatásokra nagyon-nagyon rövid idő állt rendelkezésre. Ezért nem kerültek még kiküldésre a számlák. Március közepén mindenki készhez kapja az elmaradt számlákat, akár egyszerre többet is, ám lesz lehetőség részletfizetésre. A Vasi Víz azt ígéri, hogy márciust követően visszaáll az eddig megszokott számlázási rend, a fogyasztók időben megtalálják majd postaládájukban a csekkeket. A városlakók további kérdéseiket telefonon, e-mailben vagy a vállalat ügyfélszolgálatán személyesen is feltehetik.